Hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit, ez itt a Reggeli Kapocsika Podcast, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi az az évtervező módszer, amivel garantáltan életed legjobb éve lehet 2021. Ezek aztán jó baromi nagy ígéretek, próbálok ehhez felérni. Inkább egy szemléletet fogok elmondani, mint sem egy tökéletes rendszer, hiszen tökéletes rendszerek, tökéletes módszerek nem léteznek. Sőt, általában ugye az emberek azt a módszert tanítják, azt a rendszert adják át, amivel által ők sikeressé tudtak válni. Ezt csak így elmondanám alapból, de ezzel együtt van egy szemlélet, ami azt gondolom, hogy sokkal előrébb juttathat téged, mint a többi évtervező módszer. Nem szeretnék semmilyen évtervező rendszert, módszert megbántani a mai adásban. Nem ez a célom, jó? Tehát nagyon jónak tartom. Magyarországon például ott van ugye egy nemzetközi talán már a Year Compass nevezetű kis füzet, le tudsz tölteni. Ezt egy nagyon jó dolognak gondolom. Azt több óra azt hiszem elvégezni, én is az elmúlt évben elvégeztem több órába, tehát mire végigmentem rajta. Ezt egy elképesztően jó módszernek tartom, és tényleg csináljátok majd a Jelkompászt, az ott túl jó, csak ezt tudom mondani. De ezzel együtt, amit hiányolok például abból, ahogy mondjuk a Jelkompász működik, vagy úgy egyáltalán egy másik rendszerből az, ami nem is annak a rendszernek problémája, amit egyáltalán abból, hogy az emberek hogyan terveznek évet, az, hogy nem feltétlenül kellene annyit a tervezéssel törődni, mint amennyit azzal törődünk, hogy ezt elkezdjük megvalósítani. Jó? Tehát nekem az a problémám a sok-sok tervezéssel, hogy én nem tudom, hogy te hogy vagy veled, de nekem az elmúlt években sokszor előfordult, hogy több órán keresztül terveztem dolgokat, megterveztem, hogy 2020, meg 2018, meg 2016 is életem legjobb éve lesz, és mennyi mindent fogok megcsinálni. Hát ez 2020-ra már igaz is volt, de mondjuk azért ilyen 16-15 környékén volt ez inkább velem, hogy csodaszépen megterveztem több órán keresztül a következő évemet, de igazából amikor egy év múlva visszanéztem, akkor azt mondtam, hogy hát itt most minden megvalósult ahhoz képest, amit én szerettem volna, és nem tudom azt mondani őszintén, hogy ez így volt. Úgy gondolom, hogy sokkal többet foglalkoztam a tervezéssel, amikor egy mondjuk egy vállalkozás vagy egy vállalkozó még kezdeti lépéseknél, kezdeti szinteken van, 12 millió előtt van, hogy nem kell annyit foglalkozni a tervezéssel, mint majd később. Sokkal fontosabb lenne magával a cselekvéssel, magával a megvalósítással foglalkozni. És ezt javasolnám neked is, tehát végezd el ezeket az évtervezőket, csak annyit kérek, hogy azzal egészíts ki, hogy amikor ott vagy abban az inspirált állapotban, tudod mire gondolok, amikor feltöltöd a tested azzal az állapottal, hogy még meg se csináltad, de már úgy érzed, mintha rendelkeznél vele. Amikor ez megtörtént, akkor annyira kérlek, hogy tedd azt, amit én teszek mindig a tréningjeimen, vagy nyilvánvalóan ez saját magamnál indult, utána vittem át a tréningjeimbe. Most is úgy végeztem évtervezést az ügyfeleimmel, hogy a végén utolsó pontként kötelező volt elkezdeni azt az adott dolgot, amiből most elég nagyot álmodott. Rich Litvin nevezett úriember mondja azt, hogy most nagyobbat álmodtál, mint valaha, tedd meg a lehető legapróbb, akár nevetségesnek tűnő lépést az álmaid irányába. Ezt mondom neked is, tehát hogyha kijelölöd azt, hogy 2021-ben 80 millió forintot szeretnél keresni, és el szeretnél érni mondjuk 150 darab ügyféle szeretnél együtt dolgozni, és óriási terveid vannak, és szeretnél előre menni, ezzel nincs semmi probléma, sőt, legyenek, gondold át őket, éld át az energiáját, az élményét a tervezés által, de utána azt kérem tőled, hogy amikor kijelölted a 197. lépést, az pedig azt mondja, hogy 80 millió és 100 ügyfél, amikor ezt kijelölted, akkor utána menj vissza a -1., -2., 0. lépéshez, és jelenleg egy elképesztően apró, szimpla dolgot tegyél meg. Például azt, hogyha mondjuk kijelölöd azt, hogy 100 emberrel szeretnél együtt dolgozni, és 80 millió forint értékben szeretnél értékesíteni, akkor az lehet az első lépés, hogy amikor ezt megcsináltad, akkor előveszed a telefonod, és küldesz egy potenciális ügyfélnek egy hangüzenetet. Vagy küldesz 10 potenciális ügyfélnek írott üzenetet. Tehát ha már elkezded azt a dolgot, amit szeretnél majd látni a fizikai valóságodban egy év múlva, amit szeretnél csúnya szóval élve manifestálni, tehát létrehozni a fizikai valóságban, azt a dolgot kezd el egy apró lépéssel. Mert ezzel általában azt szokott történni, hogy nagyon jól leírjuk az évtervezőkben, és utána fogjuk, és bekerülnek ezek a kis évtervező füzetek a fiókjainkba, és egy év múlva ránézünk, és egyszerűen nem tud kialakulni az önbizalmunk, mert azt látjuk, hogy na, bazd meg, idén se értem el a céljaimat. Ez nem az évtervező füzeteknek a hibája. Ez annak a hibája, senkinek nem a hibája, nem tanították meg nekünk, ez annak a hibája, hogy nem kezdjük el ezt a dolgot csinálni ott abban az adott pillanatban. És amikor ott ez az energia, azt ki kellene használni. Van egy mondás, mi úgy hangzik, egy jó kis amcsi mondás, ami úgy hangzik, hogy success loves speed, az a siker szereti a sebességet. Ez azt jelenti, hogy amikor kialakul az a magas energia, amiben elhiszed, hogy mire vagy képes, elhiszed, hogy mit tudsz létrehozni, abban a pillanatban, még abban az energiában,
kezd el a nulladik lépését ennek az adott dolognak. Na ez az, amire megkérlek téged. Töltsétek le a IR Kompaszt, végezzétek el az évtervezést, csak annyit kérek, hogy amikor ezt elvégeztétek, telefon elő, 15 perces stoppert állíts magadnak, és abban a 15 percben a nulladik lépését kezd el, utána pedig állapodj meg egy számunkérő partnerrel, és menjetek együtt tovább ezen az úton, hogy 2021 ne pofázásról szóljon, ne arról szóljon, hogy mit terveztél, hanem arról szóljon, hogy mit hoztál létre. Ebben próbálok a segítségedre lenni, hiszen tartok egy térítésmentes webinárt január 3-án. Január 3-án este vasárnap 8 órakor, ez pedig nem más, mint a Maxolt ki a Katád 2021 webinár. Erre hívlak meg téged, itt a videó alatt megtalálod a linket, ahol tudsz csatlakozni a térítésmentes webinárhoz. Tehát még egyszer, január 3 este 8 óra, Maxolt ki a Katád 2021 webinár. Ha úgy érzed, hogy a tartalom, amivel érkezem minden hétköznap reggel itt a Csigában, értéket hoz létre, akkor köszönöm, ha megtisztelsz egy thumbs up-pal, vagy feliratkozol a YouTube csatornámra. Találkozunk a következő Csigában!